Az országgyűlés 2014 nyarán módosította a választási eljárási törvényt. Ennek alapján kérhetnek a választópolgárok tájékoztatást arról, hogy az ellenőrzött ajánlások között szerepele olyan, ami tartalmazza az adataikat. Az online ajánlás ellenőrző szolgáltatás segítségével a választópolgárok ellenőrizhetik, melyik listát vagy jelöltet támogatták aláírásukkal a júniusi választások ajánlási időszakában. A Nemzeti Választási Iroda keddi közleményéből kiderül, a rendszerbe csak azok az aláírás a kerülnek be, amelyek ellenőrzésére sor került. Az online szolgáltatás mellett az ajánlások ellenőrzésére papír alapon, illetve személyesen is lehetőségük van az érdeklődőknek. A Nemzeti Választási Iroda a választások tisztaságának elősegítéséért és a közbizalom erősítéséért a 2022-es országgyűlési választás ajánlásgyűjtő gyűjtő időszakában vezette be a kitajállottam, röviden kitaj elnevezési online ellenőrzést. Akkor több mint 130 ezer lekérdezésre került sor. A a választási irodákhoz érkező visszaélés gyanúját felvető panaszok száma pedig megközelítette a százat. A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választó ajánlott ajánlotta -e jelöltet, és azt is, hogy kit ajánlott. Erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan több jelöltet, illetve listát is ajánlhat, de mindegyiket csak egyszer. Ezzel visszakereshetővé válik, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt, illetve lista ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek. A választó az ajánlásgyűjtő évek megsemmisítéséig szeptember 7-éig kérheti a tájékoztatást. A kérelmet be lehet nyújtani személyesen és kézbesítési megbízotton keresztül is a helyi választási irodákhoz, valamint a www.magyarország.hu oldalon keresztül.